Gyere, Rudi! Fordulunk! Ez az, mindig fordulunk. Agyon nem kell húzni, itt maradunk udvarban, mert szar minden. De hallod? Az Zolit én feldobom inkább. Jó? Föl, de maradj így, ahogy voltunk, tudod? Fordulj, igen, oda gyere, ide, mindig ide álljunk, igen. És olyan jó el voltunk tegnap előtt, emlékszel? Meg sem mozdult. Na gyere! Na nézd meg, ugyanúgy vagyunk. Jó van, kicsikém! Jó, az Emir és a Zoli barátom. Jó, a többiek fenn vannak. Nem kell agyon húzni, csak korrektül meghúzni. Tehát mindig ezt mondom. Mi a baj, Jancsikám? Na. Jancs, várjál, most mehet. Engedd be. Benne van. Ne húzzad, kész. Ragd vissza. Na, akkor húzd már meg. De nem kell agyon, várjál. Mehet. Engedd vissza. Úgy. Jó. Gyere egy kört vele. Úgy. Ő az ördög. Te meg vagy jól? Jó. Szia, Zitám. Oké, akkor mindenki megvan, nem? A palit már feldobtam. Ő is megvan, akkor már csak a katát. Úgyhogy ma nincs jó kedvem, illetve jó kedvem van. Jó kedvem van, csak gyere, jön, reggez. Kis titka szerelmem, de inkább jó, bazd meg, de jó képek így. Gyönyörű, gyönyörű. Jó van, mehettek, drágáim. Gyerünk kifele. Ha ide. A palit már feldobtam, kim van a Pavel csődén. Nincs rajta patkó a Pavel csődén. A bal elsőn. Igen. A bal elsőn. Úgyhogy ha... Ja, Józsika, nem megcsináltam bal hét. Mert? A korlátot is behúztak az éjtelen. Édes kicsikém. Jó, de esküszöm, kipróbálom, hogy egyedül hogy van el. Lehet, hogy jobban. Na. Jó van, drágáim, itt tudunk, nem kell a sztropekra menni, mert szerintem ez jó. Jó. Rakd összébe a kezed. A nagy híd ne legyen. Hosszabb szárat adj neki. Tehát hosszabban. Ott legyen a töködnél a szár vége, és csak egy ilyen kis hidacska. A két szár között. Tehát a jobb és a bal szár között. Aranyosak őket, nem kell összefogni. Tehát inkább lazább szár legyen, és onnan játszogatok, csak kezecském len legyen, ne fönt rángatózzon. Szóljon mindenki, hogyha megvan. Akkor viszont trotting. Na, január 2, nem tudom, vagy 3, nem tudom, hanyadika van. Meg jó bírja, elhagyta a patkót. Redges, itt a Roland, itt Petike, itt van ördög. Jó. Hát már reggel elhoztam a Nikit, elmentem hozzá fótra. Ugye mondja, hogy ő szívesen jönne, de hát katasztrófa lejövetel, meg elalszik, meg nem tudom. Megmondom őszintén, megkövetem, nem tudom, hogy kell mondani. Hát elhoztam, és a várostól, illetve fótól, a falutól főfele még mentem 2,5 kilométert. Ilyen hegyeken, völgyeken, igaz, hogy műút volt. Na, úgyhogy nem csodálkozom, hogy miért nem tud lejönni. Úgyhogy kész. Ennyi. 2,5 kilométert kéne gyalogolni, ilyen úttal a utakon, ilyen erdőn keresztül, mire leér Fótnak a olyan részére, ahol van busz vagy vonat. Ja. Na mindegy, itt vagyunk. Erre patkó. Hát, szépen. Ja. Jó, hogy eddig bírta. Tehát Pali a Pavel csődikével, itt van Emirka az Olival, itt van Redges Katával, itt van Roland Nikivel, itt van, de hogy vagy hátul, még elől is vagy. Észreveszem az ilyesmit, ne aggódj. Jó a talaj. Ha így lenne, vagy úgy lenne. Miket tud majd, nincs hátul a gyerek. Igen, mert hall egy-két ilyen hülyeséget, nem tudom kitől,
Előbb is, hogy ez rúg, az tényleg rúgott, az a, az egy kis a nagy gíjambot. Jó, de Jancsikánk nagyon ügyes. Inkább zokni nélkül kijön, mert elkési a vonatot, nem vette föl, mert nem találta. Az kijött. Jó helyen vagy, nagyon. Rakhatod beljebb egy kicsit a kengyelbe a lába, nem kell az a nagyon-nagyon spicre venni. Aha, és akkor fordulunk a másik kézre. Jancsik, egy pindurkát vedd beljebb a kengyelbe a lábad. Nyugodtan, vedd beljebb. Annyira ki ott van, hogy bazd meg begörcsöl mindened. Gondolom én. Nem tudom, én soha nem vettem sütszer a vasat. Tehát Pavel Szürike, Emir, Red Jazz, Roland, Miki és Ördög. Jó, kívül! Hagy menjenek! Hatan vagyunk, mind a gonoszok. Helyük rendben van, hát trappolgatunk. De gondoltam, hogy kimegyünk körbe, meg erre-arra, úgy le van fagyva, meg röcskös, meg rücskös, ugyan már. Kész, nem megyünk sehova. Szépen itt trappolgatunk. Jaj, már akkor a reggel harcok vannak. Nekem nem olyan, mert sajnos sem is az én hibám, vagy na mindegy. Oldani kell dolgokat, és ezt ma meg kell oldani, ilyen lóvétel, egyéb dolgokat. Na mindegy, ez a én bajom. Szépen barlagnak. Okay.